A kezdeményezés egyelőre egy kísérlet arra, hogyan lehet megfelelő képzéssel intenzív sportolás mellett nevelni a gyerekeket. Hangzott el azon a megbeszélésen, melyen minden az új foci osztály beindításában érdekelt fél ült a tárgyalóasztal köré. Pintercél Árdombovát polgármestere azt emelte ki, a cél, hogy hosszú távon a gyerekek és ezzel a családok helyben maradjanak. Éppen ezért első körben a város 25 kilométeres körzetéből tervezik a beiskolázást. Megpróbálnánk azt az elvet követni, hogy kiskaputó kiskapuig, ami azt jelenti, hogy reggel elhoznánk a fiatalt Dombovára, részt venne az elméleti képzésben, részt venne az edzéseken, majd a nem elméleti képzésen van, akkor gyakorlati képzésen, nyilván délután tanulószobáztatnánk, újból edzetnénk, és szerény vacsorát követően este haza szállítanánk, tehát gyakorlatilag 12 órán keresztül biztosítanánk felügyeletet és képzést a fiataloknak. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellária szerint jelentős rugalmasságot kíván majd meg ez a rendszer, melyre az Eszterházi szakképzőiskolában megvannak a szükséges feltételek. Egyedi abban az értelemben, hogy a helyi focisuli egyesülettel dolgozunk együtt. És azt a nagy rugalmasságot kell ebbe belehozni, és ezért tapossuk ezt az ösvényt, azt a nagy rugalmasságot kell belehozni, hogy hogyan tud ez együtt mozogni. Együtt mozogni a sport, együtt mozogni a szakma, együtt mozogni a helyi gazdaság, helyi vállalkozók és helyi civil szféra. A tervek szerint amennyiben sikerrel elindul a foci osztály, a jövőben a kosárlabda és az atlétika iránt elhivatott gyerekek számára is megnyílhat a lehetőség a szakképzés és a sport összehangolására.